Több szemét állított elő az elmúlt napok során garáztaság miatt a sátorolja új helyi rendőrség. Mint általában múlsvétkor, így idén is a legfőbb gondok okozója az alkohol volt. Az elmúlt ö, három nap alatt ö, több bűncselekmény történt, ami főleg az elköltők részéről itt a ság miatt alakult ki. Kezdődött az első, az helyben történt a pénteki nap. Itt három főt állítottunk elő garázaság miatt, mindhárom személy elég erősen ittas volt, ebből is eredt egyébként a nézeteltérés, velük szemben garázaság büntet miatt folyik eljárás. Majd a hétfőnap nap, Tiszakarádon egy hasonló esemény történt, itt két főt elő, szintén garázsasság miatt velük szembe, garázasság vétsége miatt folyik eljárás. A locsolkodással és a szeszes itallal egyaránt összefüggésben volt az az eset, mely a hétfői napon Bodrokhalomban történt. Egy ö, 17 éves locsolkodó ittasan egy gyerekkorú ö, locsolkodót arra kényszerített, hogy ö, részére a két hímes tojását és 300 forint készpénzét adja át. Ezzel a személlyel szemben őrizetbevételt foganatosítottunk rablás elkövetése miatt, vele szemben további eljárás folyik, előzetes letartóztatását indítványoztuk a Sátorai Városi Bíróságon. A hétvégén történtek ellenére a Sátorai helyi Rendőrkapitányság mindent megtesz annak érdekében, hogy visszaszorítsa az ilyen jellegű bűncselekményeket. Törekszünk arra, hogy csökkenjen a garázasságok száma. Ezt úgy próbáljuk elérni, hogy a közterületi szolgálatot megerősítjük. Ettől függetlenül a péntek és a szombati napokon kicsit gyakoribb a garázasságok száma, de ez főleg a üttasságból ered szintén úgy, mint hogy az ünnepek során.